5 napirendi pont volt, és ezek között nagyon fontos napirendi pontok voltak, hiszen ma tárgyaltuk meg a megye egészségügyi helyzetét, hogy áll a megye, milyen teendőink vannak, és hát ezek között ez egy nagyon fontos és nagyon hosszú, hogy talán egy órás beszélgetés volt, és azt hiszem a végeredményben, a konklúziókban egyetértettük, le tudtuk közösen vonni a következtetéseket. Volt esetleg napirend előtt valami kérdés, felvetődés? Igen, minden alkalommal szokott kérdés lenni, felvetés. Ez egy kicsit rendhagyó volt, mert az egyik képviselő talán már a felfogozott kampány hangulatban úgy érezte, hogy kampányolni kell, egy balesetnek a képeivel próbált kampányolni, és ez elég mélyen érintett engem, hiszen én pont annak a balesetnek nem is a szemtanúja voltam, talán egy-két perccel érkeztem később a balesethez, a rendőröket én hívtam ki a baleset helyszínéhez, és mondtam a képviselőtársamnak, hogy gusztustalan dolog a kampány céljára egy ilyen megrázó családi tragédiával járó balesetet felhozni, és talán, hogy mondjam, én is abban beszéltem erről, hiszen személyesen érintett a dolog. Én azt gondolom, hogy mások tragédiájával akár a kampányban visszaélni szerintem nem szép dolog, de ennek ellenére nagyon rendben, nagyon szépen és nagyon méltóság teljesen lezajlott a karcagi kihelyezett megyei ülés, hiszen a megye ide költözött Karcagra, erre a mai délelőtre, és én azt gondolom, hogy mindenkire nagyon jó benyomást tett Karcag város szépsége és fejlődése is. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget!